Sziasztok, üdvözöllek benneteket újra itt az Árk világában. Hát az utóbbi időben nem sokat foglalkoztunk a játékkal, viszont gyakran kapok tőletek árkos rajzokat, illetve egyéb árkos alkotásokat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálunk egy ilyen kis házi árk versenyt, amelyben a ti kreativitásotokra vagyok kíváncsi. Ez úgy fog zajlani, hogy a mai naptól kezdve, tehát február 2-től egészen február 15-e hétfő éjfélig van időtök készíteni bármilyen kreatív dolgot a játékkal kapcsolatban. Itt főképpen olyasmire gondolok, hogy rajzoltok vagy festetek valamit, akár a játékban, vagy a játékon kívül. Nyilván van, akinek nincs meg a játék, de nagy rajongója, vagy esetleg nagyon rosszul fut neki, ezért nem nagyon játszik vele, úgyhogy akár nyugodtan fogtok egy fehér lapot, és ceruzával, filctollal, festékkel, bármilyen szép dolgot alkottok. Érdemes ezt nagyon igényesen megcsinálni, nyilván, hogy esetlegesen megnyerhessétek ennek a versenynek a díját, és az is fontos, hogy egy ember csak egy ilyen alkotást küldhet be, úgyhogy érdemes abba az egybe belefetszölni az összes energiát, illetve kreativitást, amit tudtok, és ha pedig játékon belül csináljátok, amúgy az sem egy egyszerű dolog, ugyebár lehet ilyen táblákra festeni, az is, hát az is más, egy picit más volumennel, de ugye az is ugye értékelendő, attól függ, hogy hogy sikerül ez az alkotás, úgyhogy lesz időtök ezt elkészíteni, ami fontos, hogy ameddig készítitek ezeket az alkotásokat, addig figyeljetek arra oda, hogy menet közben csináljatok róla képet. Az a kép lehet igazából bármilyen, csak látszódjon az, hogy haladt lépésről lépésre, és a végén, amit majd elküldötök nekem, hogyha a játékon kívül készítitek ezt az árkos alkotást, ugyebár mondjuk egy fehér papírlapon, akkor azt lehetőség szerint szkenneljétek be, hogy az a kép, ami értékelve lesz, azon csak az szerepeljen, aminek szerepelnie kell. Úgyhogy nagyon nincs más lehetőség, fotózhatjátok telefonnal, de nem ajánlom, mert az nyilván ront a minőségen, úgyhogy én mindenkinek ajánlom a szkennelést, illetve hogyha a játékon belül csináljátok a kis alkotásokat, akkor pedig toljátok fel csutkára a grafikát. Tudom, hogy ugye az embernek nem sok FPS-e van, de egy is elég ahhoz, hogy egy screenshotot lements, és arra figyeljetek oda, hogy amit nem akartok rajta hagyni, fölösleget, az ne legyen rajta. Mert a kész kép, amit beküldötök, már ami úgymond a versenyre értékelésre, az ami a képen szerepel, az úgy értékelve lesz. Úgyhogy ennyit kell ezzel kapcsolatban tudni. Az értékelésről annyit, hogy a top 10-et azt én fogom kiválasztani, illetve lesz egy úgymond független olyan zsűri, akik hát valaha legalább játszottak az árkkal, ők fogják majd értékelni egyszer, illetve lesz közönség általi értékelés is, ez valószínűleg majd Discordon lesz, de persze ez majd csak a verseny lezárta után. Most így tömören elmondtam a dolgokat, de majd a leírásban minden fontos információt ezzel kapcsolatban, szabályt megtaláltok, illetve hogy milyen e-mail címre kell majd ezeket, úristen, de kifehéredett a kép, ezeket a dolgokat elküldeni, kicsit érdekes lett itt a fényviszony, megvilágítottam itt magam, mint hogyha valami pódium lenne, na most megmutattam, milyen itt a felvételi részleg, hát ez mi? Átpörgettem az időt reggel 6-ra, hogy legalább szép legyen, ne ilyen kis kiégett képünk legyen, szóval a leírásban mindent megtaláltok, amit erről tudni kell, és kettő győztest fogunk majd avatni az egésznek a végén, valószínűleg lesz majd róla videó, amelyben amúgy több jobb alkotást is be fogok nektek mutatni, és hogy mit lehet nyerni, talán ez a legfontosabb. Van egy srác, aki lefordította az összes árkos dossziét, ugye ami az állatokról szól, és a jelenlegi összes árkos állatot magyarul lefordítva egy könyvbe összefoglalta, és itt van nálam ez a... Tulajdonképpen ez ilyen műbőrrel bevont könyvecske, láthatjátok, hogy azért nem vékony, és majd láthatok képeket is, aki amúgy követ Instán, az már láthatott erről egy képet, azért majd itt is megmutatom, hogy lássatok azt a képet. Nagyon igényesen, tulajdonképpen minden oldal, láthatjátok, ahogy a játékban szerepel, itt van, és magyarul vannak rajta a feliratok, lesz amúgy majd ebből elméletleg, ugyebár a sztori karaktereinek a jegyzeteiből is kiadások és a többi, csak ugye ez nagyon lassan készül, úgyhogy kaptam kettőt, én vettem egyet magamnak, és kaptam kettőt pluszba, úgyhogy úgy döntöttem, hogy erre a versenyre tökéletes lesz, úgyhogy a két nyertes egy ilyen könyvet fog majd kapni, úgyhogy szerintem elég király eremény van ezzel kapcsolatban. Amúgy akit érdekel, hogy hogy lehet ilyet beszerezni, illetve milyen, hogy haladnak ezek a dolgok, majd a leírásba teszek azért ehhez egy linket, mert tök rendes volt a srác, hogy kaptam tőle kettőt pluszba, úgyhogy ilyen ez az egész. Szerintem ezért megéri egy pár napig rajzolgatni, aztán, hogyha valaki véletlenül megnyeri, az meg szerintem egy hatalmas királyság, főleg, hogy aki szereti az árkot, annak ez egy relikvia. Úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek, minden infót van a leírásban, hajrá, nyomjátok,
gondoljátok át, és csináljátok valami igazán kreatívat és szépet. Igazából ez rátok van bízva. Úgyhogy jók legyetek, és Stark voltam. Sziasztok!